A koronavírus járványban Magyarországon harmadannyian haltak meg, mint amennyi az Európai Uniós átlag. Ez derül ki az Egészségügyi Világszervezet friss adataiból. Ezzel egyértelműen a középmezőnyben vagyunk, megelőzve például Németországot, Hollandiát, Franciaországot vagy Svédországot. Az egészségügyi világszervezet vasárnapi adatait mutatja ez a táblázat. Az egymillió főre jutó koronavírusban meghaltak számát rangsorolja Európában. A lista legvégén Belgium áll 906 halálesettel, ők állnak a legrosszabbul. Utánuk következik Spanyolország, Olaszország és Védország is. Magyarország a 14. helyen a középmezőnyben van, pontosan ugyanannyi halálesettel, mint Dánia. A rangsorból az is kiderül, az EU tagállamaiban átlagosan 350 halottal számolnak egy millió lakosonként, Magyarországon ez a mutató éppen harmadennyi. A WHO elemzései alapján európai kitekintésben mind a fertőzöttek, mind pedig az elhunytak számát illetően a középmezőnyben foglalunk helyet. A WHO elemzéséről tegnap Müller Cecília országos tiszti főorvos is beszélt, de az adatokról szó volt hétfőn az országgyűlésben is. A kormány gyakorlatilag szabadjára engedte a járvány. Igaz, a baloldali pártok ezúttal is teljesen más. A hivatalos adatoktól eltérő számokról beszéltek. A párbeszédes Szabó Tíma ismét odáig ment, hogy hazánkat a legrosszabban teljesítő országok közé sorolta, ráadásul ezt többször el is ismételte. Az Unióban Magyarországon a harmadik legmagasabb a Covid miatti halálozás. Csak Bulgáriában és a Romániában haltak meg többen most, mint nálunk. Ebből a kijelentéséből csak annyi az, hogy Bulgáriában és Romániában is rosszabbak az adatok. De például Németországban, Luxemburgban, Svédországban és Belgiumban is, hogy csak a nálunk fejlettebb országokat említsük. Hétfőn a parlamentben Orbán Viktor miniszterelnök is felhívta erre a figyelmet, és leszögezte, hogy Magyarország védekezése sikeres. Az egyfőre jutó elhunytak száma az Európai Unión belül Magyarországon 1 millió, fő, 1 millió, főre betítve 117, a Németországban ez magasabb, Hollandiában magasabb, Franciaországban magasabb, Svédországban magasabb, Olaszországban magasabb, Spanyolországban magasabb, és Belgiumban is magasabb. Elég komoly országokat előzünk meg csak azért, mert jó orvosaink és jó ápolónőink vannak. Orbán Viktor hozzátette, amikor az ellenzék a magyar védekezést támadja, nem a kormányt, hanem az orvosokat és a magyar egészségügyet támadja, akik jól végzik a munkát. A miniszterelnök hozzátette: A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy az országa lehető legjobban védekezzen, ebből nem érdemes politikai kérdést csinálni.